A közösség összetartó ereje december táján még erősebb, mint az év többi részében. A szeretet ünnepére készülve sokak szeretnének embertársaikon segíteni, vagy csak örömet okozni másoknak. Röszkén sincs ez másként, ahol számos programmal várják a lakosságot karácsonyra készülve. Az egyik ilyen eseményen jártunk, ahol a gyerekek élhették meg kreativitásukat. Majd az ünnep minden percben nevet ránk. Röszkén is nagyon nagy a hangolódás a közösség részéről. Az adventi időszakban készülnek a karácsonyi ünnepre. Most is egy ilyen programon vagyunk, egy alkotóházban. Még mielőtt erről beszélnénk, beszéljünk arról, hogy úgy általánosságban hogyan zajlik itt a december a művelődési ház környékén. Most december 11-én rendezzük meg ezt az alkotóházat. Ezt minden évben megrendezésre kerül itt Röszkén. Az óvoda, az iskola, a családsegítő szolgálat és a művelődési háznak a közös rendezvénye. Természetesen a nevében is benne van, hogy ez egy manuális tevékenység. A lényeg az, hogy együtt készüljünk, egy kicsit hangolódjunk a karácsonyra. Karácsonyi díszeket, kopogtatókat, koszorúkat, adventi koszorúkat készítünk, de a lényeg az egészben az, hogy együtt alkossunk, hogy a közösség bejöjjön a művelődési házba, hiszen ugye ez a célja a művelődési háznak, hogy bevonza a kis közösségeket. Ugyanez a célja az adventi programoknak is. Eddig már ugye lezajlott két adventi gyertyagyújtás, az első december 1-én volt, a második december 8-án. Most még lesz egy 15-én vasárnap, és a fő csúcspontja az egésznek a falu karácsony lesz. Minden alkalommal arra törekedtem a kollégáimmal együtt, hogy olyan előadókat hívjunk meg, akik ugye színesítik itt a röszkelyek életét, tehát volt itt bábelőadás, akkor lesznek gyerekműsorok, felnőtteknek szóló élőzenés előadók, de a fő célom az volt, hogy a röszkei kis közösségeket mutassam be egymásnak, a tehetséges fiatalokat, úgyhogy néptáncos csoportok voltak, akkor harmonikás kisfiú, egészen a fiatal korosztálytól az idős korosztályig megmutatták magukat a gyerekek ugye a néptáncba, az idősek pedig a népdalkörre. Falukarácsonyon a Röszkei Vadásztársaság szeretett vendéglátásában vehetnek részt azok, akik ellátogatnak a főtérre, mert ezt nem mondtam, hogy az egész Röszke főterén zajlik, ugye ez egy szabadtéri rendezvény, és a nyugdíjasaink finom süteményeket, házi süteményeket fognak sütni, természetesen forralt borral és meleg teával is várjuk a látogatókat, mint eddig minden hétvégén. És ezt köszönjük ugye az önkormányzatnak, hogy mindez megvalósulhatott, és a nagycsaládosoknak pedig egy karácsonyi meglepetés csomaggal készülünk. Ehhez pedig több civil szervezet hozzájárult, hogy mindez így megvalósulhatott. És én annak örülök, hogy és ez a fő célom, ezért is jöttem ide Röszkére, hogy ezeket a kis közösségeket itt egybe tartsam, és hogy minél több ilyen kis közösség működjön itt a művelődési házban, legyen ez kultúrához kapcsolódó sport, vagy akár baráti közösség. A lényeg az együttlétben van, és főleg így a karácsony ünnepek közeletével azt gondolom, hogy ez egyre erősebb az emberekben, hogy tartozni valahova, hogy egy közösség részesei legyenek. És akkor azt tapasztalja, hogy ezek az események valóban érdeklik az itt lévőket, és szívesen vesznek benne részt, tehát van igény ezekre a programokra? Nagyon nagy igény van rá, igen. Sőt, ők ajánlották fel, hogy szívesen részt vesznek benne, segítenek nekem a szervezésbe. És nem csak a szűk kollégális kapcsolatban a kollégáim, hanem a civil szervezetek, sőt, egyénileg is jelentkeztek, hogy az ő gyereke szívesen fellépne. Nagy igény van rá, és egyre többen vannak. Míg az első alkalommal kicsit kevesebben voltak, második alkalommal még többen, és azt gondolom, hogy ez így fog nőni egyre szépen a számuk. És ennek direkt van egy hangulata, hogy itt kint vagyunk Röszke főterén, gyönyörűen fel van díszítve, ki van világítva, ott a betlehemes bábukkal egy gyönyörű kis karácsonyi hangulat teremtődött, és én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van. Jut még bárkinek,
fél.